Gergely, általában a Rebás Alkusznak igazgatója. Nagyon-nagy örömmel nyitván meg ezt a kis sajtótájékoztatót, mert ismét egy karitatív rendezvény eseményre adnánk itt hírt. Nagy szeretettel köszöntöm Stefán Györgyét, a Reménysugár otthon igazgatóját, és Kissi Közgáját, által a játékszikét üzletvezetőjét, és rögtön át is adnám a szót, de elmondja, hogy erről is van szó. És 22-én azért mutattuk útjára ezt a kampányt, hogy a nélkülözni kénytelen gyermekeket és az őket támogató intézményeket segítsük. Jó eső érzés volt, amikor napról napra láttuk megtenni a kirakatú gyűjtőládáit, és örömmel töltött el minket, hogy a kampány elérte a célját, és megszólította azokat a gyermekeket és felnőtteket, akik hasonlóan fontosnak gondolják a játékok szerepét a gyermekek életében. Egy tárgy, egy eszköz, nem egy nélkülözhetetlen elem, hanem a szülői gondoskodás mellett a sokszínűséggel játékot tudunk venni. Nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek, amit a Játéksziget-el indítunk, és köszönjük a Játéksziget minden dolgozójának, hogy helyt adtak ennek a kezdeményezésnek, és intézményünkben élő 184 gyerek számára ezt a jelentőt ugyanakkor köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában mellé állt ennek a jó kezdeményezésnek, és segített. Ecske, nyitva van az aranykapu, csak ujjatok rajta, 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 leszakadt a pajta, benn maradt a macska. Szilmott cica haj, hová lett a vaj, ott látom a bajuszodom, most lesz neked jaj. Visszaadjuk a mikrofonot, majd otthon lesz, de most fagyi lesz utána, ha végeztük fagyi. Jó lesz? Miklós, most örök már egyik. Jó lesz? Most volt?